Sziasztok, üdvözlök titeket újra a csatornámon, a mai videóm a MeTime-ról fog szólni, azaz a magunkra fordított idő fontosságáról. Eddig nem nagyon láthattátok ezt az oldalamat, mert mindig a pörgős, edzős, sportolós Rami volt előtérben, viszont most szeretném megmutatni nektek azt az oldalamat, amikor megállok egy kicsit, kikapcsolódok és pihenek. Én is részt veszek a Fusty-nek a legújabb kampányában, ami a MeTime-ról szól. A kampány felhívja a figyelmünket arra, hogy a dolgos hétköznapokban időt kell szánni a kis pihenésekre, kis kikapcsolódásra, és szakítsuk meg a munkát ezekkel, amik fel tudnak minket tölteni. Ezt nekem is még meg kell tanuljam, mert ez igazából nem annyira megy még. De pontosan ezért kezdtem el gondolkodni, hogy nekem valójában mit jelent a MeTime, mi az, amivel én ki tudok kapcsolódni, mi az, amit csinálok akkor, amikor nincsen semmi dolgom. Hát itt egy kicsit meg is akadtam, mert mostanában elég sok volt a munka, és nem nagyon volt időm pihengetni, vagy igazából időt szánni magamra, és egy kicsi fejtörést is okozott, hogy mit is szoktam én ilyenkor csinálni? És le is jártam most mosógép, úgyhogy jöhet is egy kis MeTime. Szóval ezeket az időtöltésémet szeretném nektek most megmutatni. Szóval a teregetés az a tipikus dolog, ami teljesen le tud kötni. Mindent kiűz a fejemből. Annak köszönhető, hogy a ruháknak friss az illata, és még meleg is van, és jó hidegek. Jó, hát és a másik az a zene, ami körülbelül minden tevékenységemet végigkíséri. Zene nélkül mit érek én? Ezeket szoktam csinálni a hétköznapokon, amikor munka után hazajövök, van itthon egy-két órám, akkor teszek, veszek, mosogatok, pakolok, rendet rakok, ez az, ami igazán le tud kötni, és el tudok vele akár órákat is tölteni. Aztán visszamegyek munkába, viszont abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy imádom a munkámat, mind az edzéstartás, mind a videózás, és tulajdonképpen önmagában maga a munkám is kikapcsol, és szeretem csinálni, úgyhogy ti is találjátok magatoknak olyan munkát, ami a hivatásotokká válik, és tényleg szeretitek csinálni, mert akkor nem fogjátok azt érezni, hogy kényszerből csináltok bármit is. Na de ha végeztem a munkával, és este hazajövök, akkor általában főzni szoktam, illetve filmet szeretek nézni. Ezt javarész Danival teszem. Ez az, ami tényleg ki tud kapcsolni este is. Van egy olyan furcsa szokásom, imádok filmet nézni, de képzeljétek el, hogy minden filmet elfelejtek. Mint hogyha törölték volna az agyamból. Megnézem, utána jó egy darabig azért emlékszek rá, de ez Dani tudná igazán tanúsítani, hogyha egy hónap múlva visszatérünk egy filmre, ami amúgy nagyon tetszett, akkor általában nem szoktam emlékezni arra, hogy mi is fog történni, és amúgy ennek nagyon örülök, ezért minden filmet újra és újra tudom nézni, úgyhogy mint hogyha új filmet néznénk. Úgyhogy lehet, hogy pontosan ezért is szeretek én annyira filmet nézni, mert ne unom meg a filmeket. Írjátok meg kommentben, ha ti is így vagytok, hogy elfelejtitek, hogy mi történik a filmekben. Jó, erre nagyon kíváncsi vagyok, remélem nem én vagyok az egyetlen, aki ilyen helyzetben van. Viszont ami igazán ki tud kapcsolni, hogyha kiszakadhatok a hétköznapokból, ha csak egy kis időre is, és most hétvégén is lemegyünk egy napra a Balatonra a szüleimhez, és már nagyon várom, mert ilyenkor nem kell semmivel foglalkoznom, el tudom engedni magamat, és ez igazi feltöltődés jelent. Imádom, hogyha a családommal tölthetem az időt, de higgyétek el, nem önzőség, hogy ilyenkor is kicsit félrevonultok és egyedül önmagatokkal foglalkoztok. Nekem például egy ilyen mítája, amikor Bosszikát elhozom sétáltatni, ilyenkor el tudok merülni a gondolataimban, bár az egy nehezítő körülmény, egy 70 kilós Boszkó, és kicsit nehezen tudom megtartani.
A másik kedvenc kikapcsolásom a keresztrejtvényfejtés, ezt már gyerekkorom óta imádom csinálni, illetve ami még nagyon ki tud kapcsolni engem, az az olvasás. Általában önfejlesztő könyveket szeretek nagyon elolvasni. Na és most képzeljétek el, hogy eljöttünk vacsorázni, aztán összepakolunk, és már holnap hajnalban megyünk is vissza Pestre. Nagyon rövid kis látogatás volt, de pont elég ahhoz, hogy feltöltődjünk és ki tudjunk kapcsolódni egy kicsit. Hát és a családi környezet mellett, ugye, amit láthattátok is, voltak olyan pillanatok, amikor egyedül is pihentem, és nagyon jól esett, mert úgy is kell, hogy néha egyedül is van az ember. Azért Danival szeretek igazán kikapcsolni. Jobb, ha egyedül vagy mellettem. Igen. Szóval a lényeg, hogy a magadra fordított idő az sosem kidobott idő, és én ezeknek is imádom minden pillanatát, úgyhogy tényleg legyenek kis me time-ok, legyenek olyan percek, amikor csak magaddal foglalkozol, semmi mással. Jó? Megbetyedtek. Remélem. Látlak. Igen. Szóval ennyi volt az én kis videóm, ha tetszett, akkor dob rá egy like-ot, és iratkozz fel a csatornámra, amíg ezt nem tetted meg, és találkozunk egy következő videómban. Sziasztok! Sziasztok!